A jó hangulatú beszélgetés során számos témát érintettek, az űrkutatástól a közelgő választásokig. A vendégünk volt itt Dombóváron dr. Ferenc Orsolya, országgyűlési képviselőtársam már egy éve, űrkutatásért felelős miniszteri biztosasszony, akinek az előadásait én eddig is nagyon szerettem hallgatni, és hogyha tehetem, akár a tévében, akár másút, vagy fórumokon szívesen találkozom vele és hallgatom meg, mert olyan szakmai tudása van, ami lenyűgözi az embert. És azért politikusként is, közéleti szereplőként is én azt gondolom, hogy érdemes megfogadni a tanácsait, meghallgatni a gondolatait. Ferenc Orsolya miniszteri biztossal arról is beszélgettek, hogy az űrkutatás miért fontos a mai világban, és mit jelent a 21. században a technológia. Milyen mélységig érinti az emberek mindennapjait sokszor akkor is, hogyha nincsenek is tudatában, hogy ezeknek a technológiai eszközöknek, a műholdaknak az alkalmazása könnyíti meg az életüket. És egy kicsit áttekintettük azt is, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán az űrtevékenységnek a jelentősége hogyan nőtt meg az elmúlt időszakban. Azt látjuk, hogy ez a szörnyű háború, ez a konfliktus, ami az orosz-ukrán háború, ami a mindennapjaink híreit átszövi, bizony részben szintén az űrtechnológiára alapul, és ennek következtében minden országnak fontos figyelnie erre a szektorra is. Arról is szó volt, hogy az Európai Unióban milyen folyamatok zajlanak, a háború vagy inkább a béke irányába indul el a politizálás az elkövetkező időszakban. És mi magyarok, akik békeszerető nép vagyunk, mit tehetünk, és mit kell tegyünk azért, hogy nem csak Magyarország, de az egész kontinens számára elősegítsük a békét. A baráti hangulatú beszélgetés során arra is rávilágítottak mindketten, hogy Magyarország ellenzi a fegyveres konfliktus minden jellegű támogatását.